Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket a bőt első vasárnapjához, az igazítőség, az ikontisztelet vasárnapjához érkeztünk. A liturgiában azt énekeljük, hogy a te szent képed előtt meghallunk jóságos, kérvén bűneink bocsánatát Krisztus Istenünk. Hosszú út vezetett eddig a vasárnapig, Négy évszázados vita, képrombolás, belső harc előzte meg az ikonok tiszteletének ünnepét. Az ikonok Isten tisztelete természetes volt az ősegyházban. Ám a 7. században erősödtek fel azok a hangok, amelyek arra a mózesi törvényre hivatkoztak, amelyben Isten megtiltotta a választott népnek, hogy szobrokat vagy képeket készítsenek az Istenről, és azokat imádják, mint a pogányok. Az Isten láthatatlan, ezért ábrázolhatatlan. Ez volt az akkori érv. Az ikon tisztelők érve így hangzott. Jézus Krisztus, az Isten láthatóvá lett. És ami látható, az ábrázolható is. A szent ikonokat az egyház és a hívő nem imádja, hanem csak tiszteli. Rajtunk keresztül azok segítségével közelebb kerül azokhoz, akiket az ikonok ábrázolnak, a szentekhez, az üdvösség történet nagy eseményeihez, melyekben tetten érhető az isteni gondoskodás. 842-ben a 7. Egyetemes zsinat kimondta a szent ikonok tiszteletének értékét. damaszkuszi Szent János, akinek egy nagy harcosa volt, himnuszait és írásait megerősítette és rögzítette, hogy az ikon ablak az Isten országára. Egyszerre ábrázolja a szentírás igazságát és a szent hagyomány örökségét, az egyház hitét. Vagyis aktualizálja a hívőnek minden korban mindazt, amit az egyház hit és amiben nekünk is hinnünk kell. A szent ikonokat szigorú szabályok szerint festik. A Szent ünnepén beszéltünk már Rubjov ikonjáról, ahol az ég kékje, a föld barnasága, az élet zöld színe jelenik meg a Szent Háromság személyének ruhájában, átszőve a menny a megdicsültek arany színével. Az ikonfestő a képek nyelvén színekkel és mozdulatokkal fogalmazza meg üzenetét. Ha az ikonok elé állunk, kinyílik számunkra a világ. Látni tanítanak a végtelenben nyíló perspektívával, imádkozva és bőtölve festették azokat, hogy közelebb hozzák hozzánk a végtelent. Láthatóvá tegyék a láthatatlant. Az egyház hite sugázik át az ikonokon. Egy közösség tagjává tesz, és megőriz az igazságban. Ha ott van a házunkban, ha megállunk előtte az imádság idején. Ha valóban megéreztük az Istenne való találkozás örömét, az meglátszik rajtunk a templomból hazafelé menet. Egy gyümölcsáros fíról olvastam, hogy a vonaton árulta az almáját, de bármilyen szépek is voltak, a, a gyümölcsök bármilyen szép szavakkal kínálta azokat, nem vett senki belőle. Elkeseredve, elfáradva leült az egyik üres helyre, és mert már a szája is kiszáradt, kivett egy almát a kosárból, és beleharapott. Annyira jó ízűen ette, annyira látszott rajta, hogy jó lesik neki, hogy egyszerre mindenki a pénztárcája után nyúlt, hamarosan kiürült a kosár. Ha az Istennel való találkozás megélt örömével járunk a világban, ha látszik rajta, mennyire jó nekünk együtt lenni a hívő közösséggel, és ennek ihletőjével élet Tevőjével Jézus Krisztussal, akkor sokan akarnak közénk tartozni, sokan akarnak majd templomba járni, mert itt összeér az ég és a föld. Találkozhatunk el, hogy szeretteinkkel, távol lévő rokonainkkal, és tervezhetjük a jövőt is. Mert aki Isten házában otthon van, az otthon van urunk minden alkotásában, hisz ugyanaz az ura múltnak, jelennek és a jövendőnek is.